Hát mi, mint az igen szolidaritás Magyarországért mozgalom, vagy olyan is mondta, ugye a becenevünk iszom, amúgy egyébként igen szolidaritásnak szoktuk úgy többnyire rövidíteni. Hát mi a Külső megfigyelők nyugalmával nézzük ezeket az eseményeket, és viszont azt meg megerősítem, ha már erre is utalt, hogy hogyan érdemes, vagy illik, vagy kell a médiával kapcsolatban viselkedni. Én, a mi pártunk, tehát az iszom azért friss, kicsi pártként nyilván kapaszkodik a nyilvánosság minden szegletébe, és ilyen értelemben nagyon-nagyon-nagyon minimális az a megfontolás köteg, ami esetleg bennünket eltántorít valamiféle megszólalástól. Mondjuk arra figyelünk, hogy, 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 egy azon csatornán belül azért túl sokat ne próbáljunk szerepelni, hanem sokkal inkább amennyire lehet minél többféle porondon, és itt utalok arra, hogy számomra teljesen érthetetlen az a 2017 tartó bolykott, amivel például az ellenzéki pártok a, mondjuk a úgynevezett, amúgy egyébként tényleg csak úgynevezett közszolgálati csatornákat érintik, illetve hát én másik oldalról pedig a Fidesz se kutya, tehát azok is rettenetesen válogatósak, igazából ez valaha a Fidesz kezdte ezeket a bolykottosdikat. Én meg, vagy mi meg azt gondoljuk, hogy a média az média, a nyilvánosság nyilvánosság, a politikának nincs más terepe, mint a nyilvánosság, tehát aki a nyilvánosságtól, az nem politizál, vagy szerintünk bután politizál. Nagyon érdekes az, igen, szolidaritás kommunikációs stratégiája is, de beszéljünk egy kicsikét az előválasztásról. Is. Elképzelhető lett volna-e egy olyan forgatókönyv, amelyben az ISZOM is részt vesz az előválasztási küzdelmekben? És ez mi kellett volna az előválasztást tető aláhozó hat párt részéről? Ó, hogy nem? É, tulajdonképpen, é, hogyha most történelmileg nézzük, és nem Magyarországon, hanem egyáltalán az előválasztásnak a logikáját, ez azt hiszem egy leginkább amerikai találmány, de aminek az a lényege, hogy egy adott párton vagy mozgalmon vagy mozgalomcsoporton belül é, a egyes jelölteknek a kiválasztását, egy ilyen elő, sőt főképpen a főjelölt kiválasztását azt mi úgynevezett előválasztáson döntsék el. Hát sok mindent el lehet dönteni előválasztása. Viszont Valóban ehhez az kell, hogy legyen valamilyen azonos platform. Na most mi ugye tavaly, még tavaly áprilisban egész konkrétan, 2020 áprilisában, nem, hazudok, már, de, 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 jól mondom, jól mondom. 2020 áprilisában bejelentkeztünk a, ehhez ezek, az ellenzéki pártokhoz, hogy hello, itt vagyunk, szeretnénk veletek beszélgetni arról, hogy hogyan tudjuk, úgy összefésülni a programot, hogy ebből egy valóban egy előválasztási állapot tudjon összejönni. Magyarul ki az, ami az a mindent kell hátradobni az egyes pártoknak ahhoz, hogy azt a bizonyos közös nevezőt megtaláljuk, ami alapján már lehet előválasztást csinálni. Erre nem jött válasz, és akkor volt valamikor szeptember, nem augusztusban egy olyan szituáció, hogy a szerencsi időközi választás, és akkor tulajdonképpen szinte roham jelleggel, több hullámban mondtuk a pártoknak, hogy hello, itt van egy igaz választási helyzet, próbáljunk meg egy előválasztást rendezni, úgy ugrottak elő, mint macska a forró víztől. Tehát ők találtak rögtön maguknak egy nácit, mi meg azt mondtuk, hogy na jó, hát akkor ez, ez, ez ebből így nem lesz előválasztás. Neki indultunk 2,23. Ez a náci sz... alatt bíró László igen, helyi, igen, 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 valóban szélsőséges kielentésekre magát olykor ragadtató, náci. jobbikos uh, náci. jelölt, aki, akire náci. Én, én, ezt kitartan azt gondolom, szóval ez nem olyan dolog, hogy most 10 percig náci vagyok, utána meg demokrata. Tehát szóval, az, aki éveken át tulajdonképpen egy adott szellemiségben politizál, amit úgy hívok, hogy náci szellemiség, hiszen zsidózott, cigányozott orba szájba, ez nem olyan dolog, hogy, hogy, hogy hirtelenjében, mint a macskafogóban a macskák két pofontól megjavulnak, és akkor majd, majd utána e, halál komoly Demokraták lesznek. Nem, nem, nem. Hát azért láttunk erre is példát a történelemben. Meg főképpen az ellenkezőjére, igen. Arra is láttunk példát, meg láttunk az ellenkezőjének az ellenkezőjére is. E, oké, értem, de szerencsém például pont az történt, hogy édes mindegy lett volna minden, mert a Fidesz jelöltje először egyébként a történelemben abban a körzetben 50 százalék fölötti eredményt ért el. Így van, és egyébként én ugye nem tulajdonodok borzasztóan a jelentőséget a közvelemi kutatásoknak kivéve helyzetben, tehát amikor helyzet van, akkor azért eléggé közeli adatokat szoktak mondani, ilyen tinglitangli környezetben egy év, két év van a választásokig, hát ilyenkor minden olyan szórása van az eredményeknek, hogy csak na. Na már most ugye közel a és eredményekhez, most elnézést, én, én, szeretem hallgatókat olyan helyzetbe hozni, hogy, hogy a valósággal is szembesüljenek, minden közvelemű kutató a Fidesznek a győzelmét öö, vetítette előre. Tehát magyarul nagy biztonsága ki lehetett jelenteni, hogy ezt nem tudja az ellenzék megnyerni, mintha nem csak a Fidesz győzelméről volt, szó, hanem arról, hogy 50%-55%-ra mérték a Fidesznek a jelöltet, 52-lett belőle, persze. De öö, ezzel együtt öö, mi, mi azt mondtuk, hogy oké, okay, hát akkor tulajdonképpen ő még csak az a tétje sincs a dolognak, hogy esetleg mi netán, netán, elszipkáznánk, úgymond szavazatok, a, ettől a hatos fogattól, és 2,23 ot értünk el, amire mi egyébként retteltes büszkék voltunk, mint, mint induló párt. No, ennyi a mese, lényeg az, hogy az előválasztások itt elmaradtak, és azt követően már nem is nagyon erőködik. Na várjunk, várjunk egy picit, itt azért álljunk le, mert hogy ugye az iszom nem egy túl nagy szervezet, és, és vannak még olyan szervezetek, amelyek valószínűleg nem túl nagyok önmagukban. Márki Zaj Péter mögött álló mindenki Magyarországért mozgalom sem mérhető önmagában, szemben a miniszterelnök jelöltjükkel Márki Zaj Péterre, és még van egy csomó minden. De hát az előválasztásnak nem pont az lett volna a lényege, hogy vannak mindenféle habókos, vagy egyáltalán nem habókos, hanem nagyon is racionális. Mindenféle pártoktól független helyi emberek is, akik úgy gondolják, hogy megmérettetik magukat. Aztán Jó, mindez... ezt hívják szépségversenynek, de mi nem szépségversenyre, mi választásokra szeretnénk benevezni, é, tehát én elhiszem, hogy XY politikus marha jópofa, de például pont az említett M M Márkizaj Péter pont a hétvégén tolt elő megint egy olyan náci dumát, hogy forgott a szemünk a tengelyek körül, ezzel, hogy listázni kéne a cigányokat, mert ugye csak lista alapján lehet oktatni, szóval ilyen... Én nem ezt mert... mondta, hanem azt, hogy önmagában nem ördögtől való ennek a nyilvántartása. Igen, On, hát azt mondta, hogy listázni kell. Önmagától is ördögből, ördögtől való a náci duma, származás alapján nem listázunk. Jó, tehát ezt a második világháborúban piszok jó megtanult az egész világ, hogy származás alapján nem listázunk senkit, semmilyen gyógydumával. Na mindegy, nem akarok leragadni, tehát a lényeg az, hogy én még mindig nem látom azt a programot, ami alapján azt lehet mondani, hogy tessék, itt ez a kotta ki tudja legjobban képviselni. Ez a kotta egyébként számunkra, ami eddig van, ez egy neoliberális kotta, mi pedig egy baloldali párt vagyunk. Én meg jóval közelebb állok a neoliberalizmushoz, mint ezt olyanhoz, tűnjük. és hogy is mondjam, csak az erre való jegyeket nem igazán vélem felfedezni az eddigi megszólalásokban, megnyilvánulásokban és hivatalos dokumentumokban. De például semmi bajuk a kapitalizmus mai magyar valóságával, erről egy hangkritikát nem mondtak, mint egy ilyen izé, mint egy diszjoki, egy potmétert le, föl, egy kicsit ezt, egy kicsit azt, egy kicsit azt, de az, hogy alapjaiban, alapjaiban megszerítíteni azt a rablókat kapitalizmust, ami Magyarországon van, ez nincs benne a programjukban. Azt azért mondjuk majd megnézem, hogy ezt Szanyi Tibor ostorral, ostorral vagy karikás ostorral miként szelidíti meg a magyar rabló kapitalizmust. Szeretnénk. De? Zárójeles megjegyzés. Próbáljunk egy kicsikét az egésznek a motivációra, a politikának a nem a szép, nem a programokhoz tartozó világáról beszélni. Ön a szocialistákat jól ismeri, ismerte belülről is. Ön szerint ezzel az egész előválasztással mi az ő valódi céljuk? Megnyerni egy választást 2022-ben, avagy valami más. Én azért hagytam ott a magyar szociálista pártot, mert a, ö, egészen lefogyott, lecsupaszított állapotában, át gyakorlatilag ö, billeg a mérhetőség határán szinte. Ö, gyakorlatilag egy olyan klik egy olyan vezetőség vette át ott az uralmat, a hatalmat, amelyiknek az égen földön semmilyen más célja nincsen, mint 5-6-7 parlamenti helyen egy frakciót alakítani, továbbra is csak ö, habzsolni az állami támogatást, támogatást ellenni, mint a befőtt nulla politikával, és én erre azt mondtam, hogy na nekem ebből elég. És é akkor ennek fényében az a vita, az a lögdösődés, ami most az MSP és a Jobbik között zajlik, az mi lehet? Hát én azért ezt máshogyan látom, mert nem MSP kontra Jobbik van itt, hanem itt azért a DK és a Jobbiknak a megállapodás sorozata állított elő egy olyan helyzetet, amiben a kicsi pártok, tehát náluknál kisebb pártok egyszerűen rosszul érzik magukat. Tehát a Magyar Szocialista Párt úgy látja, hogy veszélyben van az a néhány hely is, amire ők eddig korábban gondoltak, és, ez, ez egyféle ilyen vészreakciót vált ki bennük. Amúgy egyébként tök jogos. És akkor ebben a helyzetben oké, okay, a DK Jobbik meg állapodást említette, erről nagyon sokat beszéltünk az elmúlt időszakban itt is, más műsorokban is, de hát Gyurcsány Ferenc ebben az egész egymással szembeni piszkoskodásban elő nem kerülő, szépen cérna kesztyűben, szépen vasalt ingben, hátradől, és élvezi a műsort. Igen, hát ez a vízilabdát tudnám itt példának hozni, hogy nagyon szépen úsznak a fűk, ahol meg szétrúgják egymást. Tehát ő, nyilvánvalóan ebben rengeteg taktikai, politikai ő, elem van. Összességét tekintve, hogyha megnézzük azt a disztribúciót, hogy a különböző ö, egyéni választáskerületek, vagy mondjuk körzetek, így is szokták mondani, ezek, ezek miként osztanak meg, gyakorlatilag itt a két nagyobbik pár, ezen a fogatomból a DK meg a Jobbik, ez inkább a DK fejnehéz Mi lesz, módon, mi lesz ez az MSZP visz? sorsa maga szerint 2022 után? E, talán sikerülhet nekik ez az öt fős kontingest összehozni, abból talán tudnak egy frakciót csinálni, és továbbra is akkor kaphatják a megfelelő állami támogatásokat, és abból el van legalábbis a vezetőség. Gyurcsány Ferenc a maradék szocialistákon belül rendelkezik befolyással? Hogyne, Hát az utóbbi időkben is azt látjuk, hogy mszp seg ilyen hullám, ilyen löketszerűen igazolnak át a DK-ba. Ez tulajdonképpen annak a jele, hogy az mszp n belül nem látnak maguk előtt különösebb perspektívát. No, az MSP legendás arról, hogy úgy hagyja a szóaréban a jelöltjeit, mint a húzat. Hát Debrecen erre egy gyönyörű példa volt, hogy egy, egy na jó, most ne idézzük föl. De... Az történt, hogy Fábián István volt debreceni rektort, győzködték hosszan, hogy induljon el a színeikben, és van egyébként a párbeszéd színeiben, nem is a szocialistáké és ehhez képest tudtán kívül léptették vissza. Itt Így van, ráadásul már, már beszéltük. becsekolás után, tehát ő már igazából a helyzet, tehát olyan, mint hogyha valakit a futópályán már megy a meccs, a futás, és akkor szólnak neki, hogy gyere vissza, mert más fog helyettet beállni. Szóval, na, egy mint száz, én azt gondolom, hogy ez, a, ez, ez a debreceni eset volt az, ami ráébresztett egy halom jelöltet a szociálista pártomból, nem csak mostanit potenciális önkormányzati, stb. stb. jelöltet, hogy hát itt, itt aztán nincs jövő, és ezért próbálnak a hozzájuk legközelebbnek érzett DK-ba igazolni, bár azért... Ön, Önhöz is a jelenlegi palettán a DK van legközelebb? nem, hozzánk egyik sincs legközelebb, mert hogy egyébként ezeket mind maradjunk annyiban, hogy polgári kapitalizmus barát pártnak tartjuk, ami önmagában nem egy vétek, nem egy baj, elfér a nap alatt, csak éppen nem a mi ízlésünk szerint való, de éppen azt akartam mondani, hogy ennek nincs akkora sajtója, mint, mint, mint a DK kontra a MSZP esetében, de nagyon sokan jöttek hozzánk is, tehát az iszomhoz korábbi szocialisták, nem feltétlenül azok akik még most is pártagok, hanem, hanem akik mondjuk egy-két-három évvel ezelőtt hagyták ott az MSZP-t alapvetően, hozzák is van egy nagyon komoly átáramlás. Ennek fényében nem érzi, vagy nem bánja -e? amit 2016 környékén a Magyar Szocialista Párt tagjaként és akkor még egyik vezetőjeként tett. Ez kifejezetten Tóbiás József és Botka László tandem megbuktatásával körüli kavarásban történt. Uh, viccesen hangzik, de én mind a két említett politikust inkább az MSZP balosai közé soroltam lelkileg. Tehát én, én nekem tulajdonképpen azzal az irányvonallal, hát volt bajom, de nem olyan értelme volt bajom, hogy legalább az irány többé-kevésbé elfogadható, csak aztán őket is letolták el. Igen, de ön ott akkor tudom, én akkor arról az egész esetről több cikket is írtam, még hvg kifejezetten a Molnár Gyula Hiller István kettős támogatta. Sőt, az is megtörtént... Én? Igen, igen, igen. Sőt, az is hogy az odáig önnel nagyon rossz viszonyban lévő Molnár Csaba, a európai parlamenti képviselővel hirtelen nyíben egészen kisimult, konszolidált viszonya lett. Hát én ezt máshogy él, élem meg még az emlékeimben is. Én tulajdonképpen őszintén szóval nem emlékszem arra, hogy hogy, hogy, hogy én különösebben Molnár Hiller tandemet támogattam volna. Utána fogok most már nézni, hogy mikor milyen nyilatkozatok jöttek ki el tőlem, összeszólva én, én határozottan úgy éltem meg, én nekem tetszett a Tóbiásnak az a fizetésemelést kampánya, tetszett a ö, Botkának ez a fizessenek a gazdagok után, bár, bár is, 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 ezzel együtt azért most ne húzzuk le a vizes lepedőt Molnár Gyuláról, meg Hiller Istvánról, mert végül azért ők se feltétlenül a, 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 a mondjuk így a polgári liberális szárnyához tartoznak az MSZP-nek, de gyakorlatilag nem is annyira politika döntötte aztán a későbbiekben az, amely merő opportunizmus, é, tehát maradjunk egy generációs. Egy is ennél a pontnál, is vegyük, vegyük, Hiller Istvánt. Igen. Engem nagyon-nagyon kedvel, mert nem győzöm folyamatosan feleleveníteni pont ezt a 2016-os pillanatot, amikor az MSP országos választmányának elnöki tisztjéről kellett szavazni az MSP kongresszusának 2016 koranyarán, mikor is egy nappal korábban az akkor még magyar idők névre hallgató vezető kormány lab, egy teljes kolumnás, hihetetlenül barátságos, alákérdezős interjút készített vele. Nem sokkal korábban szivárgott az is, hogy a miniszterelnök a kedvenc baloldaliának nevezte, és nem sokkal korábban Hiller István kiállt a kerítés mellett is. Nem tudom, hogy a konkrét helyzetben mi van, eszmei egybeesés, kölcsönös távolságból való integetés és tisztelet megnyilvánulása, de hogy volt szocialista politikusként, volt hivatalos parlamenti ellenzék tagjaként, ahogy azt kérdeztem öntől, hogy érezette az MSZP-n belül DK befolyást, és határozott igen volt a válasz, az egész ellenzék különböző csoportjai és a Fidesz között kapcsolatot érzékelte, hogy ilyet feltételeze jelen pillanatban. Abszolút. Tehát ez persze nem intézményes, mielőtt bárki félreértene minket. Itt ki ki a maga helyi élményei, múltbéli élményei, jövendő érdekei alapján azért kötögetnek szépen. Hát nem. Például, hát most vegyük akkor az egészet. Ugye a Magyarország gyűlésben én nekem borzasztóan fájt, hogy egy csomó olyasmit megszavazott az ellenzék a Fidesznek, ami, 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 hát végtelen az én ízésem ellen való. Csak most mondok egy pár példát. Például mi a fenének kellett egy ellenzéknek megszavazni a rendkívüli állapotot. Most csak összehasonlításképpen mondom, Németországban igaz, hogy alkotmányosan is tilos a rendkívüli jogrend, de Németországot simán el lehetett menedzselni rendkívüli jogrend nélkül. Meg egy csomó másik országot. Akkor mi a fenének kellett megszavazni még 2010, hát azt hiszem 8, nem, 2016-ban azt a titkosszolgálati törvényt, ami alapján egyébként, hogyha a kormány tényleg disznókodni akar ezzel a pegazussal, meg mind, az full legálisan teszi. Miért szavazták meg ezt? Vagy ha már megszavazták, akkor meg miért nem ellenőrzik a kormány évent, hogy hello, mit vettél, mit hallgatsz le, mit nem hallgatsz le, stb. De ugyanúgy az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvényt is minek kellett megszavazni? Hát világos, látható volt, hogy az ápolónők, meg egyáltalán a szakszemélyzetének kárvalottja lesz, lett is, méghozzá a, csökkent a fizetésük. Tehát egy csomó olyasmi van, amire azt mondom, hogy igen, ez együttműködés kormány és ellenzékek között, még akkor is, hogyha a direkt elszámolások esetleg a háttérbe maradnak, tehát apró szívességeket itt-ott megtesznek esetleg a a, 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 a másik pedig az, hogy a, a, én nem vagyok hülye már, bocsánat, szóval le, jó, persze van, aki lehülyéz engem, de az olyan nagyon talán mégse. Szóval azt is látom, hogy időnként vannak pártok, akik kapnak engedélyt, közterületi reklámokra időnként mások meg nem kapnak. Kik azok, akik nem kapnak? Hát például ez, ez városonként stb. stb. tud változni, de én megmondom töredelmesen, hogy mindig nagy csodálója voltam annak a plakáterdőnek, villanyoszlopokon, bárhol, é, amit a, a, a DK csinál. Most nota benne, hát ez sok-sok milliárd forint, de eleve az, hogy engedélyt kapnak olyanokra. Én most például határozottan emlékszem, 2019-ben az európai választásokon én egyetlen engedélyt se kaptam, hogy plakátot elhelyezzek villanyoszlopokon, lapokon, a DK plakátjai meg ott díszelektek. Jó, rövid kérdés a végére, ennek fényében, tükrében, megvilágításában, mint egy. A Fidesz számára ki lenne a legkedvezőbb miniszterelnök jelölt a rendelkezésre álló választékból? Szerintem nekik nagyjából tök mindegy. Valószínűnek tartom, hogy ők úgy kalkulálnak, hogy a legjobb nekik a Dobrev Klára lenne, ugye, mert hogy, 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 akkor aztán őt közvetlenül is lehet gyurcsányozni, tehát ez a, ez a szerintem egy elég ostoba hozzáállás, de ez részletkérdés. É, viszont teljesen jól el vannak azzal is, hogy a Karácsony Gergely, mert ugye őt már most bepozícionálták Gyurcsa mögé. Tehát tulajdonképpen a Fidesz arra készül, és én szeretnék ettől megszabadulni ebben az országban, hogy 18. éve Orbán vagy Gyurcsány, ez a fő-fő kérdés, miközben egy olyan szociális dráma van ebben az országban, hogy csak na. Tehát ezen szerintem 18 év után már túl kéne lépni ezen a Orbán versus Gyurcsány történet. A Fidesznek az az érdeke, hogy valahol a Gyurcsányféle vonal kerüljön elő, azt tudják ők a legjobban ütni. Amúgy egyébként ezt meg üzenem a közvéleménykutatóknak, hogy én értem az összes kutatást, de egyik sem számol azzal, hogy listán amúgy fog gördülni félmillió szavazat a határon túlról a Fidesznek, ami körülbelül annyi, hogy lehetünk pariba, kormány kontra ellenzék, csak éppen ezzel a félmillió szavazattal akkor döntenek az egész. Legutóbb sem volt félmillió, kétszáz, Igen, csak azóta megint nagyon osztogatták az állampolgárságot, és nagyon rajta vannak, hogy onnan azért csak jöjjenek a szavazatok. Ezt lesz a legkönnyebb ellenőrizni. Köszönöm szépen Szanyi Tibornak, hogy itt volt velünk. Köszönöm szépen. Folytatjuk a hírek után. Beszóló.